Testületi ülést tartott a Német Nemzetiségi Önkormányzat, melyen tárgyalta többek között a 2016-os költségvetést, a kulturális pályázatok kiírását, valamint a 8. osztályosok jutalmazását. A grémium az ülésen közmeghallgatásra várta a paksi lakosokat, akik általában évközben keresik meg a testületet panasszal vagy javaslataikkal. Számomra nem meglepő, hogy nem tolonganak az ajtókban a közmeghallgatásra érkezett paksi polgárok. Az lenne meglepő, ha így lenne, mert minket nem ilyen fórumon szoktak megkeresni, megtalálnak bennünket telefonon, valamint itt az irodánkban, a fogadóóránkon. A létező legkülönbözőbb dolgokkal kerestek már meg bennünket a lassan 20 éves történelmünk során. Volt, amikor nyugdíjkiegészítést rendeztünk idősbb hadifoglyoknak, ilyen is volt. Ebben kérték a segítségünket, de iskolák, intézmények keresnek meg legújabban bennünket problémáikkal, illetve civil egyletek. A Német Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetése összesen közel 7 millió forint. Az összeg állami forrásból, helyi önkormányzati támogatásból, illetve saját bevételből áll össze. Az önkormányzatnak minden évben van megtakarítása, ennek köszönhető az elmúlt év nagy beruházásának a megvalósulása. Minden évben 1-1,5 millió forint körül meg tudunk spórolni. Az idei év, pontosabban a tavalyi év, az kivétel ez ügyben, mert tavaly egy nagy beruházást tartottunk, ezt a város polgárai tudják, hogy egy emlékművet emeltünk Dunakömlőt határában a kitelepítettek emlékére, ez nekünk egy nagy beruházás volt. Itt az emlékműnél május 28-án tartanak ünnepséget a dunakömlődi németek kitelepítésének 71. évfordulója alkalmából. A műsor 9 óra 45 perckor térzenével kezdődik, majd a megemlékezést és a koszorúzást követően emlékmisével zárul.